Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Ki vagyok én című műsorunk 16. adása. Itt van velem Jackass. Jó estét! És a mai játékosunk Grief. Adjék Isten! Ez az! Megkaptátok! A mi kis hókuszpókunk. Na, gyorsan elmondom először is azt a részét, ami nagyon fontos, hogy továbbra is mi azt gondoljuk, hogy nagyon sikeres ez a mi kis adásunk, ezért úgy döntöttünk nektek, hogy azzal a hírrel jövünk hozzátok, hogy most egy picit be fogjuk sűríteni a Ki vagyok én adásainknak a sűrűségét, heti két adásunk lesz, és nem fog megszűnni a nyári időszakra az adásunk, hanem a jelenlegi változat szerint akkorra lesz ez a bizonyos rájátszásos dolog jellegű kis vetélkedő részünk, amelyre mindenki, aki eddig velünk játszott, azt újra meghívjuk. Ennek pedig a napokban lesz majd a sorsás a felvétel szerint napokban, ti majd még egy-két hetet kell, hogy várjatok a sorsolásig, de szerintem nem kell sokat már. Na, Griff, nálad még ugye azok a szabályok vonatkoznak, hogy ugye 15 kép áll rendelkezésedre, és mindegyik képről ugye azt kell megmondanod, hogy ki vagy mi vagyok én. Összesen 3 darab segítségünk áll rendelkezésedre. Az első segítségben én rávezethetlek a nevére, mármint az adott emberkének a nevére. A második segítség az, hogy Jackass megmondhatja a helyetted megmondhatja, hogy kit látunk a képen. A harmadik pedig az, hogy nem 15, hanem 16 darab képet készítettünk elő, vagyis azért a plusz kép, illetve azért a képért, amiért nem tudod a választ, megkapod a pótképet. Érthető? Ja, hogy képcsere? Így van. Valami ilyesmi? Így van, így van. Ah. Na, egy kicsit érdekes szituációban vagyunk, megint két adásnyit készítettünk össze, úgyhogy válasz egyes vagy kettes csomag. Fúha, várj, az egyik szivatósabb, mint a másik. Egyes. Jó. Majd kiderül, hogy melyik a szivatósabb. Na, oké, akkor mindig ugye egy könnyebb feladattal szoktunk kezdeni. Hát ezek közül én talán őt mondanám a legkönnyebbnek. Na, úgyhogy akkor kezdhetünk? Adjunk neki! Ugye a képemre, illetve a nevemre kattintasz, avatárként jelennek meg a képek, oké? Okay? Tehát ja, akkor most az vakáció egyes volt. Csomagot választod. Igen, mindjárt ki megjelenik az új kép. Akkor jó helyen járok. Jó van. Oké. Okay. És az óra indul. Hát ez a sűrűsárkány. Így van. Egy kis bemelegítést kaptál itt rögtön az elsőre. Szigonget is mondjam meg, vagy abból is van kép, szóval. Most kivételesen nincs. Pedig abból is szokott egy pár, illetve az is előfordult egy párszor, ugye Bodrogi Gyuláról beszélünk. Fábri fiatalon. Ez könnyű volt, jó van. Na, következő képünk. Legyen egy rajzfilm, oké? Okay? Jöhet. Érdekes lesz, mert hogy volt olyan, amikor ugye, illetve gyakran előfordul, hogy két embert látunk, vagy két karaktert látunk, viszont az ritkán, hogy mind a kettőt kérjük. Óra indul. Ez a csippésdél. Így van. Angolul nem Chippendale. Mondjuk ki. Kösz. Chippa-chap. Chippendale. Oké, okay, Chippendale. Hát ez mondjuk, ez igen félérthető itt Magyarországon. Pont ezért mondtam. Dani 18-as karika. Szerintem ez még belefér. Kettőből kettő. Jackass küldött egy pár feladványt, jöjjön az első, amit ő küldött. Majd egy picit segítek, óra indul. Hát Jackass, kösz. Bobby Ewing. Ez magyar csávó, nem? Igen. Ismerős az arca. Valahonnan, passzus kulcs! Én egyből tudtam. Nem azért, mert hogy le akarlak kicsinyíteni, hogy nem tudod. Takard le a haját, szerintem úgy felismered. Kicsit régebbi kép. Nyilvánvaló. Közben nézőktől elnézést, sajnos a Hungary Life feliratot most kicsit nem tudom kisebbé tenni. Emiatt nem látható a teljes kép. Most azon gondolkozom, ez zenész vagy színész, te jó Isten?
Azt elfelejtettem mondani, hogy tippelgethetsz, tehát nem az van, hogy egy választ fogadunk el, oké? Okay? Tehát nyugodtan mondhatsz neveket. Ja, csak ugye szabad a gazda akkor. Bár mondhatsz bőven. Mondd azt nyugodtan, hogyha eltalálod, akkor Dani úgyis azt mondja, hogy ő, igen, és Öt akkor állítja. másodperc. Esküszöm, olyan fejem van, mint a beszed a Gábornak. Nem, de nem rossz ötlet. A Ugye? fele, a, fe, a fele más stimmel. A nevének a És fele. egyébként az első betű is. Tehát a Gábor a stimmel. És az első betű is. A B Gábor szól, így gyanúsított. Igen. Jaj! 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 Mennyi idő van még, Dani? Már lejárt az óra egyébként, de három segítségünk van. Még egyet rávághatsz. Tudunk mi segíteni? Vagy képcsere? Azért Devin lenne itt a képcsere, nem? Vagy én tudok, vagy ugye Dani. Segíteni, vagy Ja Isten, képcsere. békábor. Egyet. Jaj. Szerintem most engem mondjuk ne ki a vegyél nevét, igénybe szóval. meg. Akkor Jack ezt mondja ki, vagy én. Amelyikőtöknek jobb kedve van, szóval. Én küldtem el, akkor segítek én neki, Dani, Jó. vagy neked úgy is lesz még nehéz feladványod. Tehát Jack ezt segítségét elvettem, parancsolj. Na, idítsd akkor az órát, ugye ilyenkor újabb egy percünk van? Igen, de ugye te megmondhatod a nevét is, Ha, tehát nem jó, kell inkább revezetni. rávezetem, hogy jöjjön rá. Boros Lajosnak ki a társa? Bá! Megvan! Így van, teljes névet kérek. A Bocskor Gábor. Igen, csak itt még Így sötétebb van. volt a haja. Meg egy kicsit fiatalosabb volt. Egy picit ráteszek a hangodra, mert nem vagyok benne biztos, hogy hallanak a nézők. De így már biztos, hogy Jó, nem akkor, lesz. amikor már eltelt az első 5 perc a És nem hiszitek el, még a Palik László is a fejembe járt. Picit hasonlított rá. Nem, nem rossz ötlet az sem. A beszéd a Gábor, az tényleg nem volt egy rossz ötlet. Sőt, igazából csak azon gondolkoztam, honnan találtatok róla ilyen képet, mondom. Elindítom az órát. A kereszt nevében nem vagyok biztos, de megvan a vezeték neve, úgyhogy ha valaki tudna nekem segíteni, azt köszönöm. Ez tuti zenész. Ez tuti. Igen. Mielőtt valaki félreértené, nem halt meg az énekes, tehát nem azért van a fekete kereszt. Jajajajajaj. Magyar, külföldi lehet? Hát most kettőt kérdeztél. Nagyon magyarnak néz ki. Egyébként magyar valóban. Van neki egy ilyen angol neve is, nem? Mármint ilyen középpen. Hát, most ezt nem tudom biztosan mondani. A póló az segít egy picit. Most nézem. Az egy Z betű. Igen, és mit tudnál erről mondani így hirtelen? Fúf. Zorán. Nem. Hát vagy Zoltán. Zolán. Zoral. Még egy olyan 20 másodperc. Ah, ki vagy, ki vagy, ki vagy? Én itt tudnék segíteni. Ugye magyar az már mondtuk, igaz? Az biztos, ez tuti. Zabó Jimmy fiatalod. Nem. Nem az álték, ha most Jaj. Óra lejárt. Én vagy csere. Te. Jó. Jaj, nekem. Akkor éneklek, jó? Gyere! Gyere, szeres! Úgy imádlak! Vakitak, woman! Woman! Ide, ide, Ez a Mazzizi labor. Az öreg Te vagy a énekli. Játékos! Ja? Nem mondtam volna, csak előbb az asszonykúrust akartam. Hát ez nem úgy néz ki, mint egy öreg asszony. De... Igen, szóval... Na? Asszony kurus biztos, hogy nem kilőve. A frontembere az Easy Labornak. Ha már Abba van férfi? Hát persze. Ő a frontembere, Igen. a képernyőn látható. És a neve kéne. Így van. Akkor még segítek. Van egy énekesnő is, ilyen vezetéknévvel, csak ő Veca.
És bevallom őszintén, most tényleg, bocsáss meg, nem ugrik be a keresztneve. Nekem van egy tippem, hogy ugyanaz a keresztneve, mint vágó, verebes, vagy Széchenyi. Vagy István. Igen. És akkor a vezeték neve, van olyan, van ugyanilyen énekes nő, Veca néven. Van benne egy becés. Janicsák István? Igen. Remélem, jól emlékszem a keresztnevére. Szerintem biztos. Janicsák István, igen. Az Zizi Akkor Labból. jó, rendben, akkor megnyugodtam. Na, érdekes feladvány következik, oké? Óra Még indul. érdekesebb! Kicsit ez olyasmi, mint az imént volt, nem tudom melyik feladvány. Becsapós. Könyvileg néz ki. Szivatsz engem. Ajaj. Ez nő. Az biztos. Színész, az biztos. Is. Én erre viszont azt mondanám. Ja, hogy is? Na nézzük csak. Szerepelt ez már sorozatban is, nem? Ezt nem merem biztosra mondani, de szerintem igen. Jobban rosszban a feje van. Hát igen, mi a Família Kft. És hogy nem tudom. Szerintem abban nem játszott. De ezt is ilyen nem biztosra mondom, oké? Tehát, hogyha játszott, akkor elnézést. De szerintem nem. Hát annyi szent, hogy ez egy régi kép. Na, segítek. Tehát itt most énekes. Nem tudom, hogy segítek-e, hogy ugye itt két embert látunk tulajdonképpen, a sarokban látunk egy hajat. Az a Dés Lászlónak a haja. Ebből már Kinek? sejthető, hogy melyik az egyik irány. Dés László az egyik. Bés László. Dés. Edés. Ő egy híres zeneszerző a 80-as, 90-es években, nagyon sok dalt szerzett. Például. És ez a gyereke? Á. Nem. Illetve nem tudom, inkább azt mondom, hogy nem. Sőt, Nem ugyanaz a vezetéknév. nem. Aujjaj. Na, De tehát nehéz az ő. iskola táska, azt nem ő énekli? Nem. Az a, hogy hívják már Demi a. Rózsi. Damien, igen. Na, akire mi gondolunk, adok 10 másodpercet, gyorsan összeszedem a gondolatomat. Ő tehát színésznő is, énekesnő is, és színészkedett is. Részt vett a Beugró című műsorban vendégszereplőként, illetve musical szerepben is, az Abigail című musicalben ő volt a. Fú, hogy hívják már a Miska, vagy Mirka, vagy hogy hívják már a. Hormici, bocs, Hormici. Vagy, ugye, amiből most látjuk ezt a jelenetet, itt a Szerintem tudom már, ki ez! Fekete-Fehér című dal, vagy nem tudom pontosan, hogy szól a dal, annak a dalnak azt adja elő, és akkor mondhatsz tippet. Udvaros Dorottya? Igen! Asztal! 20 évvel ezelőtt mi? Játszd el azt, hogy. Játszd el azt, hogy tudsz Csak az még arca, csak az nekem arca szól, így játszani. Így megvan neked ez a dal. Szerintem Billentyűről kicsi voltam. billentyűre, fekete-fehér. Botladozva az a címe. Nagyon szép szám. Ah, tényleg? Én most már ismerem. És a Muri Enikő is feldolgozta, innen ismertem meg ezt a számot, és nagyon örülök, mert nagyon tetszik ez a szám, úgyhogy köszönöm ezúton is mindenkinek. Egyébként így, hogyha egy picit kisebben láttad volna a képet, fiatalkori Tóth Vera. Hát Szép szám. lehetséges. Na, hát ezután Jackass feladványa jön. Óra indul. Ezt nem én küldtem. Ez után. Az a műsor, te. Húha. Nagyon 80-as évekbeli műsornak néz ki. De nagyon talkshow-nak. Vagy valami komolyabb nyereményjátékos cucc.
A talk show valamilyen szinten stimmel. Azt a csengőt megcsengethetnéd mindig, mikor lejár az idő. Mondjuk nem rossz ötlet. Ez még nem az volt. Csak közelebb húztam. De ennek is a feje ismerős. 90-es években nagyobb szerepet kapott. Most nem tudom, hogy hova tűnt egyébként. Ennek volt egy társa is, nem? Fogalmam sincs. Ez még mindig nem a Palik Laci. Nem. Nagyon várom valamit. De az a fej. 5 másodperc. Az a fej. Lejárt. Már csak a képcsere van. Ez az. Hát, hogy Szerintem néz. itt azt fog megmenteni. Hát. Egy tip vagy csere és csere. Egy micsoda? Ja, hogy egy tipp vagy egy csere. Tipperhetsz is, tehát mehet mind a kettő is. Na, megjött a Nem lány. tudom hirtelen, úgyhogy ebből csere lesz. Jó. Én megmondom neked, még a műsort sem hallottam, pedig beszélgető műsor a kora reggeli műsorok közül a legrégebbi, tehát a Magyar Egyben. Még a 90-es években volt ez a műsor, sőt, mi több a 2000-es évek első felében is ment, ugye ez a Napkelte. És ebben a műsorban az egyik műsorvezetője, a képernyőn látható, Kuruc Péter volt. Ó! Műsor neve ismerős, még így a Kuruc Péter is, de nem ismerném fel. A Napkelte ismerős. És akkor képcsere. Na, még nem indítom el az órát, és ne vágd rá, jó? Nagyon sok embert látsz, a fekete bőrű kell nekem. Óra indul. Oké, ez rendőrakadémia, ugye? Így van. Aha, és a fekete ember. Nyilván eredeti neve. Úgy tudom, hogy ez már nem él, igaz? Igen. Sajnos nincs köztünk már. Talán tavaly vagy tavaly előtt hunyt el, vagy még régebben. Várjunk, azt hiszem Hightower-t játszott? Igen, az a neve a karakterének. Akkor Baba Smith. Így van, vagy Bubba Smith, nem tudom, hogy kell kiejteni, úgyhogy ezt inkább hagyjuk is. Hát néztem Pankrációt, ott van egy ilyen, ugyanúgy írják, hogy Bubba, az meg izé Baba Ray Dudley, úgyhogy Na. hát szerintem, nem biztos, Oké. lehet, hogy ez csak magyar akcentus. Na, akkor Jackass feladványom, mert már ígértem. Jackass, készítsd a nyakadat, mert most valószínűleg itt le fogják vágni. Óra indul. Hát, ha ez egy látosör lesz. Ez ki? Még egyszer? Ez ki? Ez a Günther. Pillanat. Ez Szia! komolyan, ez a csáv, ez a ó, tetsz majd valala. Vagyok. Nem tudom, Nagyon, annyit segítek. hallotta egy tipp, vagy volt Nem egy ismerős. tipp. Szerintem a szemüveg nagyon sokat segít. Meg egy az arca is. Csak kicsit 30 év. Ez ilyen magnum vagy. A bajszok Ha ez után néz. elúsz, nem. Na magyar? Az biztos. Rádióműsorokat is vezet, illetve Humorista is volt, nem? így van, így van, pont Kern ez. András? Nem arra Nem? mondta, nem arra mondtam, bocsánat, a Jackass írt nekem egy póküzenetet, és azt akartam még mondani, csak szerintem az még egy kicsit túl nagy segítség. Ja. Ezen kívül 10 éven. Rádióban volt egy külön műsora, és aztán az ő nevét viselte. Igen, valami toplistás jellegű Olyan, műsor mint mondjuk volt. a Balázsó, vagy mit tudom én, ez ilyen, de itt aztán az ő neve volt. A Jézusom! fórumhúszas. A Fóró 20-as, hogyha egy kicsit magyarra fordítjuk, de volt egy televíziós műsora is, hát Igen, körülbelül 10 éven keresztül. több is volt, azt hiszem. Készátverésben is volt talán egyszer-kétszer. Igen, valóban ott a Meg a középtájékon. Danubiusnál volt sokáig. Mostanában Már nevében is pedig. benne van, hogy show. Igen. Ah, nem mondott, hogy ez a Jáksó Laci. De! Oh,
lehet egy tablókép, vagy nem tudom mikor lehet. Hát ez tényleg nagyon tablókép. Akkor kedves nézők, most egy picit álljuk itt meg, és nézzük ezt a csodás arcot, ezt a csodás állat még egy 15 percig. És mondjátok azt nekem, hogy ez nem az a Günther csávó, az a zenész. De nem olyan, tudod, az a... Várj, hogy volt az a... Oh, you touch my talala. Ja, de mi a neve? Günther? Grász, nem? Csak ennyi, hogy Günther, azt hiszem. Ja. Na, Jackass következő feladványa. Óra indul. Voldemort. Eltaláltad. Pedig itt tavarulok a madarak, mi? Pont itt Ja, most lett volna az a nehézség, hogy a madarakat kellett volna kitalálni. Na. Következő. Két ember... Na, azért most már, hát ez már 8 kép volt, illetve 8 jó válasz, viszont már elfogyott a segítség. Két embert fogsz látni, szintén itt most a színes bőrűt kérem szépen, ez a mai kép korábbról nyilván ismertebb lett volna. Óra indul. Az a csávó. Valamelyik témában érintettük őt valamilyen szinten. Tehát valamelyik egy korábbi szereplőink közül valamelyik emberkéhez kapcsolatban van. Ez már nem a rendőrakadémában volt. De. Mármint ez a műsor, ez valóban nem az, de az élettől az ő volt. Benne volt. Mármint benne volt. Igen. Ez csak nem az utánzós csávó. De. Na és akkor kérem a nevét. Ó, várj, nem valami Tommy, nem Tommy volt. Lehetett ennek a neve. Fú, várjál. Ez valamilyen Jones volt a filmben, nem? Igen, 10 másodperc. Michael. Azaz, most már nekem is beugrott. Michael... Winslow! Azaz, köszönöm. Szép Michael volt. Michael Knight. Woo! Ezt a legyet! Az igen? Ezt megirigyelhetné Michael Winslow. Na! Szintén régi kép, óra indul. A műsor az nem az volt, hogy kulcs, vagy de? Nem ez volt a címe. Nézem. Az volt a neve? Nem ez volt a címe. Nem az volt a címe. Találj bele a lyukba, vagy valami ilyesmi, nem a kulcsa. Hát... szerintem lépjünk ezen tovább. Nagyon hasonlít egy énekes nőre ez a... Na most a háttér az egy picit segít, én nem mennék Jackass irányába, mert nem teljesen jó. Tehát nézzük meg a hátteret. Kék. Hát... De nem egy szokványos helyszínnek látszódik, vagy de? Nem nagyon, ez inkább ilyen... Díszlet? Hát, eléggé díszlet. Oké. Tehát akkor egy műsor felvételén vagyunk. Akkor valószínűleg ő egy műsorvezető. Na most, valamelyik sarokba keressünk valamit. Egy kulcsot találok, kulcsukat. Nem azt a sarkot keressük, egyébként az is rávezető lehet. Hát a többi sarok az elég kékes. Van még egy másik sarok, a kicsit nehezen lehet észrevenni azt, amit keresek. Ez itt halovány a sötét kékkel? A jobb felső saroknál lévő dolgot nézed? Ott egy fehér csík van. Na, az visz, azt keressük. Az egy fehér csík. De nem csak az. Strigula? Na jó, Magyar Egyes csatornának ugye a logója anno az volt. És ugye ez a 90-es éveknek a második fele. És hogyha így megnézed a hátteret, akkor már sejtheted, hogy milyen típusú műsorról van szó. Játékhatárok nélkül. Igen, és akkor így már könnyű a feladat szerintem. A műsorvezető csaj. Igen, csak az a baj, hogy ketten voltak minimum. De lehet tippelni, ne aggódj. Egyébként lejárt az óra. Hát a Gundel Takács Gáborral volt. Az a férfi. Ugye? Várjál, ez is Dorottya lesz. De nem! Vagy, várjál, akkor volt még... Öt, Beatrix...
Három. Igen, de nem Bolbás. ő. Vagy Na, mi? az viszont más stimmel. A Mondd ki a Bolbás? Akkor teljesen. Bolbás Mária? Így van, vagy Marcsi. Nem tudom, melyiket Nekem tudod ki jutott erről eszembe, Dani? Mondd. Nekem Szulák Andi. Nem rossz. Nem rossz. Nagyon hasonlít. 10-ből 10. Jól állunk. Viszont... Volt, aki már rosszabb volt? Hát 10 még azt hiszem a minimális, még az... Még kell egy-két válasz, hogy ne legyél utolsó. Hajjaj! Bátor innen. Na, Jackass feladványa. Remélem tisztában vagy ezzel a dologgal. Óra indul. Krillin Dragon Ballból. Gratulálok. Jót választotta. Jackass puszi a pocidől. Nem úgy. Na, hát jobban örültem volna, hogyha a kettest választanád, mert akkor sejted, hogy mi ez. Óra indul. Ő az, aki most halt meg. Igen. És hát igazából olvastam utána, úgyhogy tudom nagyon jól, ez Roger Moore. Így van, Roger Moore. Így van, hát Isten nyugasztalja őt. Én még annyira nem láttam túl sok filmjét, bevallom őszintén, tehát nekem nem egy Bud Spencer vagy egy Terence Hill kategória, vagy esetleg nem egy Rendőr Akadémia, de szerintem valamelyik filmjét meg fogom mindenképpen nézni. Na, három kép maradt, hát nem azt mondanám, hogy a könnyebbik fajtákból. Valahogy ez Griff is érezte szerintem. És ugye három kép. Izzasztó szó. Óra indul. Basszus! Ez még belefér. Nem mondd már, hogy sejted, hogy ki ő. Bebecsapós. De ha megvan, akkor nyugodtan mondjad, hát ha tévedek, és még. Ez olyan, mint tudod. Voltak azok a reklámok, amikor sok műsorvezető énekelt. Tök olyan. Mármint így a képbeállítás. Hűha. Az biztos, hogy most ő ugye énekel CD-re. Tehát sejthetjük, hogy van már CD-lemeze. Nem biztos, hogy sajátja egyébként, tehát nem biztos, hogy egyedül vesz részt. Nem régóta énekes, igaz? Még egyszer? Nem olyan régóta lett ő felfedezve. Ez most nem talál Jackass. Színésznő... Nekem egyének tűnik amúgy. Színésznő, énekesnő. Többek között musical színésznő is. Játszott például a Rómeós Júliában, de most már nem. Gyakorlatilag az alapszereposztás, tehát a legrégebbi szereposztás egyik Júliája volt. De játszik az Operász Fantomjában is, és szerintem ez nagyobb segítség. Krisztint ő adta elő. Nagyon érdekes karakter. Most azért bátorkodok segíteni, mert eddig még annyira sokat nem segítettem. Ugyanis ő olyan énekesnő, aki nem csak ugye ezeket a normál hangokat tudja előadni, hanem az operett hangokat is. Tehát például nyilvánvalóan ezért játszhatta az Operaház Fantomjában Krisztint, ugye ott kell azért némiképpen operai dolgokba, tehát ezek a flazírok, meg a nagyon magas hangok, tehát ezekkel tisztában kell lenni, aki Krisztin szerepét látja el. Na, ő neki megvan ez. A tudása. Jujj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 uj
Inkább egyébként a színésznő az, ami a fontosabb irány. Megpróbálok segíteni, bár lehet, hogy ez már kicsit túl sok. A keresztnevében tudok, ugyanilyen keresztnevűként tudok mondani Szulákot például, vagy például tudok mondani, most egy családtag jutott eszembe, de őt nem mondhatom. Akkor, ha megvan, nyugodtan mond. Andrea, Andrea. Igen. És M akkor... betűs. Igen, igen, meg vagyunk. Mit szoktunk azokra az emberekre mondani, akik... ez egy negatív jelző, és... Sokat eszik és nem adnak. Hát, te mekkora egy... vagy.
Hát azt így G-vel szoktuk mondani, de szerintem ez De, Behó, de, 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 Andrea. de, de. Akkor máshogy. Van egy, most nagyjából fogom a vezeték nevét, van egy nagyon híres nótaénekesnőnk, Margit. Mi a vezeték neve? Nagyon híres nótaénekesnőnk. Roma? Roma, igen. Az Bangó? Igen. Na, tartsad meg a magánhangzókat. Akkor Mahó. Azaz! Teljes nevét kérem. Mahó, mi volt? Andrea! Így van. És amire akartam itt a negatív dolgokra, az a Tahó lett volna, de bocsánatot kérek. Na, ez nem jött volna a bu... Te mekkora egy top. Na, mindegy. Na, tehát Mahó Andrea volt látható a képen, hát... Ez nem merem, segítség volt nem, a következőnél, nem szabad ennyit. Nem merem mondani neked, de nekem ő is a kedvenceim közé tartozik, mint színész. Tehát őt is nagyon jól elismerem, és szeretném minél több alkalommal látni. Hát az a baj, hogy egy-két előadásnál havi szinten többet nem vállal. És nem tudom miért. Na, kettő képünk van már csak hátra, kedves, nagyon kedves barátom. Egy fiú, illetve inkább azt mondanám, hogy férfi, és egy nagyon fiatal lány. Kettő kép közül ugye ilyenkor lehet választani, melyik képet szeretnéd. Mind a kettőt megkapod, melyiket kapod először, az a kérdés. Így van. Jöjjön a nő! Jó. Óra indul. Elnézést a képért az illetőtől. Rosszul sikerült kivágnom. Látszani látszik a... Nem az. Az arc. Picit a pofája poénos. Ez mostani kép, gondolom. Egy-két évvel ezelőtti. És ez valamelyik műsor... Így van. Ma, nem az, az M1-ről rakták át. Azt nem merem. Nem az M1-ről, másikról rakták át a Dunára. És majdnem azt hittem, hogy azt mondod, hogy korábbi műsorunkban szerepelt, mert hogy igaz. Mert hogy valamelyik műsorunkban szerepelt ő már. Nem is oly rég. Jaj, nekem! Mi vagy te nő? Segítek, Csilla játékában szerepelt, tehát az angol tanárnő játékában. Jó, de többet ne segíts neki. Igen. Bár az a baj, hogy nem vagyok könnyű helyzetben, mert másik kép sem lesz ugyanennyire könnyű vagy nehéz. Tehát most bal szerencséd van, Griff, mert két nehéz kép maradt hátra, ha nem vagy tisztában a... Hát itt ugye azt mondanám, hogy az utóbbi 5-6 évvel, a másik képnél pedig azt mondanám, hogy a 80-as, 90-es évekkel, de majd oda visszatérünk. Még annyit elmondok, és utána tényleg befogom a pofámat. Énekesnő, színésznő. És felfedezték az egyik tehetségkutatóban nemrég. De ez a nemrég az ilyen 5-6 év. Hát, valószínűleg most gyanítom, hogy visszanézed a tanárnő adását. 10 másodperc. Próbálja keresni szerintem. Mennyi idő van még? 10 másodperc. 5, 4, 3, de még ugye nyilván addig fogok. Ha elbukod, végül az se baj, mert attól mehetsz tovább a következőre. Lejárt csak... az óra, de még azért csak akkor ezt a szintet, adott. Ezt bukod el. Attól a következő képet majd úgy megkapod. Hát az a baj, hogy szabad a gazda így. Ez most így valahogy kimaradt. Jó. 5, 4, 3, még hát ha... 2, 1. Én vagyok. Ezt az ő nevében is nagyon szépen köszönöm, és minden Patai Anna rajongónak is. Nem hiszem el, ez komoly. De. Ez nem van, nem már. Felnőtt. Basszus. Akkor volt nem 10 baj. Éves körülbelül. 14 még lehet. Itt akkor a képernyő látható ember az utolsó. Angol a csávó. Na. Nem. Igen, jó. Ja, ja.
Mi az ott előtte, kard, vagy dákó, vagy mi Az egy az? dákó, egy milliárd dákó. Igen. Két híres angol biliárdos van. Az egyiknek nem tudom az egyik nevét, az a Higgins. Nem ő. Meg van a Jimmy White. De ő sem. Egy hatszoros snooker világbajnokról beszélünk. Akit a képernyőn látsz. Sajnos már visszavonult. Nagyon kedvenc játékosom. Mindkét neve keresztnév. Bocsánat, a második nem. És ez mostanában vonult vissza? Két éve. Két éve? Egy-két éve. Jack, ezt te is nagyjából akkor sejtett ki ő? Hát nagyjából, ja. És teljesen angol, szóval így. Igen. De szerintem az imént mondtam egy nagy segítséget, azért nem mindenki hogy mondhatja ezt magáról. Mindegyik egy keresztnév, ugye? A azt nevébe. Kell mondanom. Igen, azt kell mondanom, de azért nézzük meg. Ha megvan, akkor mondhatod. De nem csak ötszörös ez? Én hatszorosra emlékszem. Igen, hatszoros, ha arra gondolsz, akire igen. Az egyik legemlékezetesebb mérkőzés, és akkor így Jackass-szel előnézhetjük magunkat. 85-ben volt egy nagyon emlékezetes mérkőzése a döntőben. 18-17-re nagyon kemény fekete golyós játékban kapott ki, és egy nagyon legendás mérkőzésben az akkori világbajnoktól. Aki Dennis hát, Taylor. Öt, akkor én már hallottam róla. Három. Akkor már meg akkor kockáztassunk, Steve Davis. Megéri kockáztatni, mert hogy jó a válasz. Igen? Igen, Steve Davis. Hú! Ő lett volna Jackass? Én a Stephen Hendry-re gondoltam. Ő hétszeres. Hétszeres? Ő hétszeres. Meg hát ugye a Hendry az, hát az annyira nem keresztény vagy. Igen, a Davis sem, most rájöttem, mert az David lenne. Szerintem. Közel volt azért. Igen. Na lényeg, hogy meglett. Így van. Na, Griff, elérkeztünk a játék végére. 14 jó választ kaptál, illetve adtál nekem. És hát pedig ahogy kezdődött. Viszont a segítségek ugye elfogytak, de ne aggódj, ezzel is a mezőnynek a első felében vagy. És hát valahonnan ismerős ez a pozíció, hiszem az elmúlt, hát legalább három adásunkban ugyanezt az eredményt érték el. Úgyhogy hát az erős középmezőnybe kerültél be, de inkább a jobbik oldalára. Tehát azt hiszem, hogy negyedik vagy ötödik vagy valahol a tizenvalahány versenyzőben, nagyon nagy holt versennyel. És ezzel azt jelenti, hogy részt vehetsz majd a... Így van, a tehát... bajnokságba. Ha akarsz, akkor már most... A legjobb 16 között ott leszel. Tehát már most szólhatsz nekem, hogy ha akarsz részt venni, nyáron lesz majd a bajnokság, de nyilván előtte fogjuk majd fölvenni az adásokat. Ha van kedved, akkor jelentkezhetsz akár most is. Ugyanilyen típusú, egy picit a szabály módosulni fog, ezt majd akkor fogom elmondani. Ó, nagyon szívesen, nagyon szívesen. Akkor fel is azt írtalak mondjuk, a papírra. Tudni, hogy kik jutottak be? Mármint, hogy kire számítsak. Bárki, hát akit látsz a listán. Ott tehát... lesz a Sidike, Merci. Röviden fogalmazva, bocsáss meg Jackass, röviden fogalmazva, akik már itt játszottak velünk, azok alanyi jogon már bekerültek. Tehát ez a feltétele a bajnokságban. Igen, tehát az előző adásokban, akik játszottak, azok bárki, lesznek várhatóan. Bocsánat. Na, kedves kedves nézőink, akkor ennyivel fejeztük be a mai adásunkat. Remélem, hogy nagyon jól éreztétek magatokat. Találkozunk a legközelebbi alkalommal. Még egy adást fölveszünk még a szezon befejezés előtt. Utána következik majd ugye ez a sorslás, hogyha minden igaz, és utána pedig kezdődik majd ez a bizonyos nyári bajnokságrendszerünk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Jackass, illetve Griff. Én köszönöm a lehetőséget. Mi köszönjük a játékot. A kedves nézőktől búcsúzunk, sziasztok! Szervusztok!